Az első félidőben nagyon jól védekeztek az egri lányok, ekkor csak 2 góllal, 18-16-ra vezettek a balatonpartiak. Szünet után viszont nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a vendégcsapat. Szamoránszkijék rendre gólokkal büntették a rossz egri megoldásokat, figyelmetlenségeket. Nézegettek hátra, hova lőtte a labdát, miért nem megyek fel ütközni a mélységbe? Fordulás után néhány perc alatt 7 gólra nőtt a két csapat közötti különbség, innen már nem tudtak visszakapaszkodni a hazaiak. Bár bajnokin soha nem lőttek ilyen sok gólt, 30-at az egri főiskolás lányok, de ilyen sokat, 45-öt sem kaptak még az NB1-ben. Az alapszakasz zárása után továbbra is pont nélküli az EKFSC. Ezek a gyerekek azért ez alatt, az egy év alatt rendkívül sokat alakultak és rendkívül sokat fejlődtek. Akár tempóban nézem, akár az eredményességben is nézem. Amiben nem nagyon, vagy legalábbis nagyon-nagyon keveset, azért van 45 gólunk, ez a védőmunkánk, ez silány. A meccs után Vladimir Golovin, a vendég siófokiak trénere is dicsérte az egrieket. Videóztunk, készültünk az egerre. Én meg nem láttam őket így játszani, mint most játszottak itt az első fél időbe. Biztos, hogy sokkal többet tért hagytunk nekik, és éltek a lehetőséggel. Az már nem az a csapat, ami volt szeptemberben, azt a gyerekek nagyon sokat tanultak, nagyon sokat fejlődtek. Folytatás 3 hét múlva az alsóházi rájátszásban a Debrecen, a Veszprém és az MTK társaságában.